Ha megkérdezünk egy átlag túrázót, Somogy megye valószínűleg nem szerepel az első számú túra célpontjai között, és ez valahol érthető is, hiszen itt nem igazán találunk nagy hegyeket, sőt, egyáltalán nem találhatunk Somogy megyébe hegyeket. És az igazat megvalva, talán nem is igazán ismerjük ezt a hatalmas területet, leszámítva persze a Balaton déli partvidékét, illetve a Zselicséget. Bevallom férfiasan, én is kissé sötétben tapogatózom Somogy megyével kapcsolatban, úgyhogy most néhány epizódon keresztül ennek a területnek a jelentősebb látványosságait fogjuk bejárni, és természetesen a szokásos földrajzi és történelmi érdekességekkel megspékelve bemutatni. Mert hogy földrajzi és történelmi érdekességből van itt bőven, mai utunkat kereki településről kezdtük meg, ez a Kőröshegyi Völgyhídtól délre elterülő kis falu, és mai utunk során felkeressük Somogy megye legmagasabb pontját, lesz szó az ősmagyar kultuszról, illetve még a Kőröshegyi Völgyhidat is szemrevételezzük testközelből, úgyhogy tartsatok velem! Mai első célpontunk a 283 méteres magaslaton álló Kereki vár, vagy más néven Fehérkővára. Kissé rendhagyó módon jó részt téglából épültek a vár falai, melynek első írásos említése a 14. századból való. Több kisebb-nagyobb ostrom után végül a magyar haderők robbantották fel 1544-ben, hogy ne kerüljön török kézre. A vár falairól pedig tiszta időben, majdnem hogy kiváló rálátás nyílik, Kőröshegyi Völgyhídra. Ott a két fa között talán kivehető. Somogy legrégibb tájneveink egyike, első említése 1055-ből származik. És ez a Somogyország elnevezés sem véletlen, hisz az államalapítás környékén Somogy a Balaton vonalától egészen Zágrábig terjedő területet ölelte fel. De nem csak emiatt nevezik országnak, hanem azért is, mert ez itt Koppány vezér birodalma volt, akit a somogyi nép állítólag mindig is hősként tisztelt. Hadd osszak meg veletek egy személyes benyomást. Igaz, hogy itt nincsenek nagy hegyek, de hogyha végignézünk ezen a vége láthatatlan dombvidéken, akkor azért szerintem legalábbis ez is nagyon jól néz ki. Állandó kedves nézőim talán már megszokhatták, hogy én az ilyen mérőtornyokra való felmászástól, hát finoman szólva is viszolygok, nincs ez másképp most sem, de hát nem tehetek róla, hisz úgynevezett szelektív tériszonyom van, nem biztos, hogy létezik ilyen. Ez azt jelenti, hogy az én épített dolgokon rettenetesen félek, rettenetes tériszonyom van, miközben a természetes magaslatokon meg jóval kevésbé jön elő ez a félelem. De ennek ellenére, hogyha ez most nyitva van, és úgy látom nyitva lesz, akkor fölmegyünk. Hoho, francba föl kell menni. Jaj, nekem! Kevésbé rozsdás, mint vártam. Az már mindenképp egy pozitívum. Na, én már ilyen magasságba fosok, hát egy szintet jöttünk, de... Na mindegy, menjünk, mielőtt még jobban beleélem magam. Nem szeretem, nem tudom. Nem. Félek. Félek az ilyen helyeken. Ez van. Ha minden igaz, már csak egy szint. Hogy megyek itt le? Hú, barátom! Jó, mondjuk amennyi darásfészek van, nyáron nem biztos, hogy ez jó ötlet, de hát most még nincsenek darazsak. Hú, azt a rohadt teget! Ilyen a korlát? Na jó van, tudjátok mit? Itt megállunk, ugyanis ide nem megyek fel. Legrosszabb rémálmaimban látok ilyeneket magam előtt. Hú. Jó, azt talán látszik, hogy a
kilátás egész hosszú, ott a Balaton. Jó. Ja, hát elnézést ide, nem merek, egyszerűen nem merek fölmenni. Azt a rohadt, és akkor, hát nem nézek le. Jó, amúgy szép a táj, meg minden, kicsit ködös. Somogy leges, legmagasabb pontján állunk, nincs ennél magasabb. Igaz, ez a kis domtető, ez kicsit alacsonyabban van, mint Somogy legmagasabb pontja, 313 méter, de a torony 26 méteres magasságával már bőven följebb vagyunk, úgyhogy ennyi. Hát ez nekem elég volt. Oké, menjünk. Ah, jó van, lenézek. Na. Ah, öcsém. Beszarás. Most akkor elmondom magamnak egy videóban, hogy otthon is meghallgathassam, hogy jól tettem, hogy eddig fostam az ilyen tornyoktól, ezután is fogok. Nekem ez nem való. Tisztelem, becsülöm azt, akinek igen, de nekem nem. Az eddigiekből talán kikövetkeztethető, de hogyha mégsem, akkor mondom, Somogy a Dunántúl legalacsonyabb megyéje, legmagasabb pontja is mindössze 316,43 méter. Ez az úgynevezett almán tető, vagy almán tető. Ilyen szép kopjafával van díszítve. Sok minden nincs itt, háromszögelési pont, de kilátás és hasonlók nem társulnak a csúcsélményhez. Kissé visszafogott csúcsélmény után beszéljünk egy kicsit Koppányról, hogyha már az előbb szóba került. Koppány vezér, mint tudjuk, Vajk, a későbbi Szent István királyunk fő ellenlábosa volt. Kettőjük harca részben az elvek harca is volt, hisz Géza fejedelem halála után egyikük az ősi elvekre, egész konkrétan a szenyorátusra, még másik a modern keresztény elvekre, ez a primogenitúra, hivatkozva követelte magának a trónt. Végeredményt ismerjük, de erről a két elvről, mármint a szenyorátusról és a primogenitúráról, azért kicsit beszéljünk, hát ha nem mindenkinek teljesen világos. A szenyorátus az ősi sztyeppei népekre jellemző trónöröklési mód, melynek értelmében a nagy család legidősebb vezetésre alkalmas tagja örökölte a trónt. Ez legtöbbször az elhunyt bátyja, öccse vagy unokaöccse volt. Míg a primogenitúra esetében a hatalmat és a birtokokat az elsőszülött fiúgyermek örökli. És mint tudjuk, István Géza fejedelem fia volt, Koppány pedig hát a kutatások szerint távoli rokona volt Gézának. Koppány 980 környékén kaphatta meg Somogyot. Székhelye Somogy már volt, a Géza fejedelem nem bízott Koppányban, és gyakorlatilag várakkal és az akkoriban határőrizeti feladatokat ellátó besenyőkkel így körbevette Koppány területeit. Azt a területet, melyet Somogyi Hercegség néven is ismerünk, ez már a harmadik neve Somogynak, Somogy, Somogyország, Somogyi Hercegség. Tehát Somogyi Hercegség a Magyarország megalakulása előtt is egy önálló terület volt. Úgyhogy hát bizony gazdag történelmi múlttal rendelkezik Somogy, az ember nem is gondolná. Géza fejedelem halála után a kibontakozó hatalmi harc mintegy lezárásaként István és Koppány seregei a Veszprém és Várpalota közt elterülő Sólyon ütköztek meg egymással. Mint tudjuk, István seregei kerekedtek felül, Koppány pedig elesett a csatában, és ezután jött a híres felnégyelés, amit gondolom mindenki tanult már általános iskolában. Az egyre aktívabb madarakon kívül még egy dolog jelzi nekünk, hogy visszafordíthatatlanul közeleg a tavasz, az pedig nem más, mint az éppen virágzó tavaszi hérics. Nagyon szép, de ne bántsuk, ugyanis nem csak hogy védett, mérgező is.
szállásajánlat következik. Hogyha ti is ellátogatnátok erre a környékre, akár a családdal, akár egy baráti társasággal, ajánlom figyelmetekbe a Balatonbogláron található Porta Grande vendégházat, amely 110 négyzetméterrel, 4 hálószobával, 2 fürdőszobával, fedett kocsibeállóval, konyhával, mosógéppel, babaágyjal, etetőszékkel vár, csak rátok. A szállás weboldalának a linkjét berakom a videó alá a leírásba. Közben megérkeztünk a Nezdei Szoborpark területére. Ezen a domboldalon a sámánoktól a kereszténységig járhatjuk végig a magyarság történetét. Konkrétan ez a Kupa Koppány vezér emlékpark, másik nevén Szkíta Golgota. Természetesen a jó öreg Koppány vezér sem maradt ki a buliból, ő is itt van. Sőt, annyira itt van, hogy a legenda szerint állítólag itt van eltemetve. De most ugye akkor felnégyelték, és az ország 4 szegletébe elszállították, vagy eltemették, vagy felnégyelték, hagyták egy kicsit, majd idehozták és eltemették. Mindegy, ne is menjünk bele. A helynek állítólag gyógyító hatása is van, és a közeli falvakból régen az öregeket talicskában tolták fel ide, hogy gyógyuljanak. Bár nekem erős a gyanúm, hogy aki közülük esetleg mégiscsak jobban lett, az vagy a friss levegő, vagy a napsütésnek köszönhetően érezte magát jobban. De kár ezeket feszegetni. Első osztályú ez a hely, komolyan mondom. Nekem nagyon tetszik. Végig látható lenne a Balaton, hogyha nem lenne megint ködös az idő. Illetve másik irányba Somogyi dombvidék. Hát a bazsi túrákon átokként ül ez a köd. Úgy ül a videóimon az átok, mint a köd. Vagy a ködös átok úgy ül, mint ha ellene át... Mindenki érti? Tehát 5-ből 4 filmemen ugyanilyen ködös a táj. Hihetetlen. Az előzőek kapcsán mondjuk még el, hogy igaz, hogy a török dúlás idején Somogyban mindegy 300 falu néptelenedett el, de ennek ellenére állítólag az egyik legegységesebben magyar lakta területünk a Somogy. És a másik, amit olvastam még, hogy az ős magyar kultusz itt él a leginkább az emberekben. Hát ezt nem tudom, de talán van benne valami. Pont tegnap olvastam, hogy sok itt a dámszarvas. Erre tessék. Itt van egy kerítés. Nagyon át akar jönni rajta, de csak nyilván vele párhuzamosan tud. Itt van továbbra is tőlem, nem messze. Na tessék, kettő is van. Az egyik, mint a kicsit sántított volna. Jó, hát igen. Ez kicsi meg van zavarodva, meg tényleg mondom, mint a sántítana. Látom, az egyik kim van, másik pedig bent. Az egyik dámszar. Hát nem tudom, mennyire kivető, ott fehér hátsója látszik. Hát, hogy a többiek beugrottak, vagy éppen kiugrottak, hát attól függ, másik meg. Bár itt volt kettő, és itt van egy kívül, szóval lehet, hogy ő nem tudott átugrani és követni a csordát, vagy rudli, vagy mi ez, miben járnak a dámszarvasok. Ez nem tud bejutni, nem, most neki áll ásni ott a kerítés alatt. Na jó, hagyjuk, ne zavarjuk őket, van elég bajuk így is. Hogyha már az előbb sikerült dámszarvasokat látni, akkor jöjjön egy tipp, hogyha túrázunk és elhaladunk egy ilyen hosszú, széles
nyiladék mellett, akkor azon érdemes végig tekinteni, hiszen így nagyobb eséllyel láthatunk akár őzeket, szarvasokat, vaddisznókat, hiszen ők is szeretik hasonló helyeket, és általában az ilyen nyiladékok mentén vannak a vadászlesek is, meg az etető helyek, tehát jobban oda vannak szokva az állatok, tehát könnyebben észrevetjük őket mi is. Még a forgalom ellenére is milyen nyugodt nap ez. Nem úgy, mint 1944. június 16-a, amikor is, ha ugyanitt ültünk volna a domboldalon a reggeli órákban, hát egész biztos megáll bennünk az ütő, ugyanis, hogyha felnéztünk volna az égre, akkor 658 szövetséges bombázót és az őket kísérő 290 vadászgépet láttuk volna, hogy éppen elsötétítik az égboltot. Persze ez nem volt kirívó eset akkoriban, hiszen a földközi tenger térségéből induló szövetséges bombázók gyakran választották ezt az útvonalat. A Balaton ugyanis kiváló tájékozódási pont volt a magasból. Azon az ominózus napon éppen Pozsony, illetve Bécs bombázására indultak, mikor is a Veszprémből felszálló 28 magyar vadászgép, a Puma ezred, tehát a pumák rajtuk ütöttek, és egész pontosan itt a Tihanyi félszigettől, ott látszik szemben, Tihanyi félszigettől délkeleti irányban, tehát gyakorlatilag itt fölöttünk megütköztek velük. A 28 magyar pilóta között volt Pászti István hadnagy is, aki az ütközet napján mindössze 21 éves volt. Az ütközet nyilván magyar vereséggel végződött, 13 gépet vesztettünk, még a másik fél a 290 vadászgépéből mindössze 5-öt. Pászti István gépe is lezuhant, méghozzá itt alattunk Kerekiben egy mocsaras vizenyős területen. Ezt majd hamarosan felkeressük, a pontos helyet. A roncsok egy részét katonaság hamarosan elszállítottám, a gép motorját és többi maradványát elnyelte a mocsár. A gép amúgy egy Messerschmitt BF-109-es volt, mely típussal több győzelmet arattak a II. Világháború során, mint bármely más típussal a repülés egész történetében, úgyhogy egy nagyon jól eltalált konstrukció volt. Másik érdekesség, hogy állítólag az akkoriban, tehát 1944 nyarán használt vadászgépek a győri repülőgépgyárban készültek. Ezt az is bizonyítja, hogy a Kerekiben megtalált maradványok, illetve roncsok között nem csak német, hanem magyar felirattal rendelkező alkatrészeket is bőven találtak. Pászti István hadnagy gépének azon maradványait, amit elnyelt a mocsár a becsapódás után. Ha jól tudom, a 2000-es évek elején tárták fel és emelték ki. Erről van egy nagyon jó történet a település honlapján, kereki.hu. Azt hiszem ez a cikk címe, hogy Pászti István esete Kerekivel, vagy valami hasonló. Na mindenütt képekkel illusztrálva, nagyon jól le van írva, és körülbelül meg van fejtve, hogy mi történhetett. De ha már itt vagyunk ezen a szép helyen, és ezzel a kiváló rálátással a Körösegyi Völgyhídra, beszéljünk egy kicsit róla is. Az M7-es autópálya ezen szakaszának tervezése már a 70-es években elkezdődött, képzeljük el, de végül jóval később, csak 1991-ben került valóban napirendre az itteni szakasz nyomvonalának kijelölése. Három lehetséges opció volt a parttól számított távolságuk szerint. Az első volt a parttól 2-3 kilométerre futó verzió. Ebbe értelemszerűen a helyi önkormányzatok nem egyeztek bele, hiszen gyakorlatilag keresztül vágta volna a településeiket. Volt egy második, egy 5-10 kilométeres verzió, illetve egy 15-20 kilométeres, de az már nagyon messze futott volna a parttól, és
egyéb nehézségekkel is szembe kellett volna nézni, valamint nagyon költséges lett volna, bár sokak szerint ez a nyomon is nagyon költséges volt, mindegy, végül ez nyert, a középső, tehát az arany középút, ennek a tervnek eredetileg is része volt egy völgyhíd, de az, hogy milyen, mekkora, milyen hosszú, az sokáig kérdéses volt. Így nem is csoda, hogy több mint egy évtized eltelt a tervek pontosításával és az engedélyeztetéssel. A hidat, amely egyébként a legmodernebb technológiákkal készült, végül 2007. augusztus 8-án adták át. Amúgy bárki bármit mondhat, ez a híd sokkal jobban beleolvad a tájba, mint egy városszéli Tesco, vagy egy akármilyen városszéli ormótlan nagy bevásárlóközpont. Ez sokkal inkább a táj részét tudja képezni egy ilyen híd, főleg, hogy aránylag kecsesen lett megépítve. Nem és nem dolgozott rokonom a híd építésén, nem lett belőle gazdag a családom, semmi közünk hozzá. És nem is szeretem én az ilyen nagy építményeket, se a nagy városokat, de ez valahogy így ebbe a völgybe, valahogy így beleolvad. És hát ha már választani kell, akkor ne az erdőket, meg a vizes élőhelyeket gyaluljuk le autópályával, hanem inkább vezessük el fölötte. De ez persze csak az én véleményem. Tudom én, hogy nagyon sokba került, meg indokolatlan ebbe a kis völgybe. De hát, hogyha már itt van, akkor próbáljuk vele megbarátkozni. Na és akkor nézzük a Kőrös-hegyi völgyhidat abból a szemszögből, ahonnan a legkevesebben láthatják. Lentről. Fú, azt a paszta. Ez egy óriási hegy valami. Tehát ha ide állok a pillér alá, de jó Isten! Hú. Az ott a nyugati vége. Ez pedig. Ez még a közepe, de az már a keleti. Hú. Óriási. Nem tudom, mennyire vehetők ki azok a csövek. A pálya vonaláról levezetve, aztán be oda abba az alsó részbe. Az esővíz elvezető rendszer egy saját kis vízgyűjtő tavacskája is van itt balkész felől, ilyen kis ülepítővel meg minden. Aztán ha kellőképpen kitisztult, belefolyik az itt futó patakba, aztán onnan pedig a Balatonba jut. Hát nem biztos, hogy megtisztul az, de mindegy, most ne menjünk bele. Fú. Hát, elnézést, de baszott nagy. Hát én azt mondom, jöjjön néhány beszédes számodat a hídról. A híd megépítéséhez 18,5 kilométernyi cölöpöt használtak, 26.340 köbméter vasbetongerendát és 16.620 tonna betonacélt. Hát kellett is, mert ahogy én nézem, ez a völgy alja elég mocsaras lehetett, most a cölöpökre gondolok. Úgyhogy azért kellett leverni jó néhány métert. Fú, hát én nem bírok betelni vele, de mondom még egyszer, nem vagyok nagy rajongója ezeknek az építményeknek, de hát azért csak-csak bravúros alkotás. A híd hossza, azt talán sokan tudják, 1872 méter, legmagasabb pontja 88 méter, valahol itt lehet ezen a környéken, szélessége 23,8 méter, 16 pillére közül a legmagasabb 79,7 méter, hát én vagy arra, vagy erre, vagy pedig arra, de inkább itt erre gyanakszom, ez lehet a legmagasabb. A legalacsonyabb is 17,7 méter, még a pillérek közti legnagyobb távolság 120 méter. A pillérek külső hossza, vagyis hát szélessége inkább 13 méter. El is fárad az ember, mi körbe gyalogolja. Hát amúgy mit nem mondjak, az embernek még gyalog is nehezére esik kimászni innen a völgyből.
nem hogy egy autópályát végvittek volna rajta, ha micsoda emelkedés kellett volna. Mindegy, nem értek hozzá. Lényeg a lényeg, azért nem olyan kicsi ez a völgy. Fentről lehet, hogy kisebbnek tűnik, de az ember végsétálja ezt a távot, tehát ezt a közel, hát amit alatta vezet az az út, kb. Másfél kilométer, meg ezt a jó kis emelkedőt, azért el tud fáradni. Na. Visszaértünk Kerekibe, vagy Kerekire, kinek hogy tetszik, innen indult a túra, és visszautalnék a híd előtti témára, tehát a légi csatára, illetve az itt lezuhant magyar pilótára, Pászti Istvánra. Valahol itt, ezen a környéken ért földet, lehet, hogy a Tavacska helyén, nem tudom pontosan, és nem látom, hogy bárhol is jelezve lenne. Minden esetre ott azt az emlékművet, amit majd mindjárt megnézzünk közelebbről, az ő és a többi a második világháborúban elesett pilótánk emlékére hozták létre. És akkor íme az emlékmű. 2005. 6. hó 19. Itt halt hősi halált a második világháborúban, 1944. június 16-án. Pászti István hadnagy élt 1922-1944-ig. Vezérünk a bátorság, kísérünk a szerencse. És ezzel a végszóval azt hiszem le is zárhatjuk a mai túrát. Tartsatok legközelebb is velem, kövessetek Facebookon, iratkozzatok fel. Az erdő legyen veletek, sziasztok!